A Mi Hazánk mozgalom továbbra is rendkívül hiányosnak tartja a kormány gazdasági válságkezelését, ugyanis lényegesen több szektorra kellene kiterjeszteni a munkavállalók utáni bér- és járuléktámogatást, másrészt pedig az üzlethelyiségek és irodahelyiségek bérleti díjának megfizetéséhez semmilyen segítséget nem kapnak a vállalkozók, akik nincsenek abban a szerencsés helyzetben, hogy a bérbeadóikkal meg tudnak egyezni átütemezés vagy díjcsökkentés céljából, azok teljes díjat kénytelenek fizetni, és a tegnapi miniszterelnöki bejelentésből láthatjuk, hogy az ünnepi időszakban sem fognak tudni jelentős bevételhez jutni, hiszen a szigorú korlátozó intézkedések hatályban maradnak. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom sürgeti, hogy a kormányzat legkésőbb a jövő év elejétől kezdve jelentős támogatást biztosítson az irodák és az üzlethelyiségek bérleti díjának megfizetéséhez, annak érdekében, hogy ezzel rengeteg kis és középvállalkozó csődjét sikerüljön elkerülni.